Szerintem egy oktatási intézménynek, így a főiskolának is feladata, hogy a lelkiekkel is törődjön, és a gyermek nevelésével. Számunkra, magyarok számára mindegy, hogy hol él a világon, június 4-e egy fájdalmas nap volt, hiszen akkor 75%-át, 3/4 részét területének elvesztette Magyarország. Mindennek majdnem 100 éve van, de az identitást levetkezni nem lehet. Kultúrát elfelejteni nem lehet, és mutatja, hogy ez a terület, amely több országhoz is tartozott azóta, Szovjetunióhoz, Csehszlovákiához, most éppen Ukrajna területe, az itt élő emberek továbbra is úgy érzik, hogy lélekben, kultúrában, érzésekben összetartoznak. És ezt az érzést fejezi ki a Kormorán Együttes, amely az én korosztályomnak, a most ilyen 60 köré járó fiatalságnak a meghatározó ifjúsági élménye volt, és nagyon régen volt már Beregszázban, és úgy éreztük, hogy meg kell hívni. Ez főleg kolléganőmnek az ötlete volt, és ő dolgozott rajta legtöbbet, Vas Ilona rektor helyettes asszony, illetve a Prokultúra, a Szukár pedig a civil szervezet. Azt gondolom, hogy megérte, hogy idehoztuk, és Ilonának az elképzelései valóra váltak, és nagyon jó hangulatú koncertet adtak. Ehhez szerintem a közönségre is szükség volt, ehhez erre a napra is szükség volt, de elsősorban a Kormorán Együttes teljesítményére, akik apait, anyait mindent beleadtak, és emellett még a szaktudásukat és a művészi színvonalat is köszönjük nekik. Gondolom, ma mindenki élménnyel távozott haza, és ez a június 4-e számunkra immár a nemzeti összetartás, nem pedig a nemzeti gyásznapja, ahogy ezt 2010-ben a magyar kormány törvénybe is foglalta, megfordította a gyászt, azáltal, hogy ezen a napon arra emlékezzünk, hogy összetartozunk, kultúránk egy, és a jövőben is szeretnénk ezt megtartani.